Egy esküvő tele van váratlan pillanatokkal. Van, amit egy életen át a szívedben őrzöl, és van, amit egy életre megemlegetsz. Luke! Luke! Kutya bajod? Ekkora mákom is csak nekem lehet! Mégse volt akkora mákja? Harmadnaposok 2. Az előbb még lelazulva dumcsizott velünk, most meg hullamerevedése van. Hogy lohasztjuk le? Ott egy szakkönyv, azzal csépeld! Kangörcse van. Kit kell elővennem? Baleset volt. Te rángottad el magaddal a világ végére, úgyhogy te is fogod onnan visszahozni. Méghozzá épségben! Mert ha nem, akkor kurvára rákursz Dévid. Úgy fogsz rákúrni, barátocskám, ahogy még nem kurtál rá sosem. Értve vagyok? Értve. A halálos temetés és a harmadnaposok készítőitől. Miért hívják pilótafülkének? A légnyomástól összemegy a pilóta füle? Nem csak a füle. Ez itt mire jó? Fenekestől felfordult a gép? Ha Luke nem ér haza Londonba még oszlásnak indulás előtt, akkor Henry kinyír minket, ugye? Nagy eséllyel igen. Segíthetünk, fiúk! Benne vagy egy édes hármasban. A barátnőm is mocskos. Hadd szóljon, nem vagyok finnyás. Idén. Nyugi, aggodalomra semmi ok. A furgon elindult! Ásó. Véletlenül a furgonjára pakoltunk fel egy dobozkát. Péniszre hajaz. A hulla pénisz alakú dobozban van? Egy szerszám. Aranyszerszám. Bemutattam az anyukámat, jó? Szia! Ez azért nem komoly, ugye? Kapa! Te agyatlan gyökér! És koporsó. De jönnek az ausztrál bigék. Még jó, tetszik ajánlani? Csak úgy juthatunk haza, ha beviszed a macit a néni fonnyat málnásába. Jaj, a melbibó! Ne csapdosson, kérem! Menjünk kicsit távolabb. Ne. Harmadnaposok 2. Minek vállaltad be a búcsúbeszédet? Na gyere, pippancs rá erre a dzsangára. Ez majd leszed áll. Nagyon ott vagyok a szeren. Luke-kal régóta voltunk barátok, és még nem találkoztam olyannal, akinek nagyobb pöcse lett volna. Jól hallottam? Szíve. Azt akartam mondani, hogy nagyobb szíve. Hamarosan a mozikban.